Dr. Szikora János, Jászai Maridíjas és Nádasdy Kálmán díjas rendező, érdemes művész, a Székesfehérvári Vörösmarty Színház igazgatója. János, mit jelent számodra ez a most kapott díj elismerés? Zavarba hozott, és természetesen nagyon jól esett. Igazából azt gondolom, hogy az öröm, ami elárad bennem, amikor ezt megtudtam, az abból fakad, hogy azért az mégiscsak jó érzés, amikor visszajelzést kapok, hogy amit csinálok, az fontos. Én magam számára elég magasra emelem mindig a mércét, úgy gondolom, és igazából nem nagyon foglalkozom azzal, hogy ez tetszik vagy nem tetszik, nem a tetszést keresem, ez egy belső motiváció. De amikor ez a belső motiváció találkozik egy külső elismeréssel, vagyis hogy nem csak az én privát ötleteim, az én privát álmaim valósulnak meg, hanem úgy látszik, azokra az álmokra szükség van. Amit csinálok, arra szükség van, vagyis fontos vagyok. Ez egy olyan fokú megerősítése az egész életemnek, hogy mérhetetlenül sok erőt ad az örömön túl. Ez ugye egy újabb mérföldkő, és mi a következő állomás? Nem tudom, hogy vannak-e szakaszok, az ember mindig utólag visszatekint, és akkor persze mindig köti magát egy eseményhez, de nem szakaszokat ugrok, hanem haladok egy nagyon konzekvens úton. Ennek aztán vannak állomásai, de én ezeket nem én határozom meg, ezeket az állomásokat, ezeket valahogy a sors jelöli ki. Nekem csak egyre kell vigyáznom, hogy az az út, amit járok, az ne legyen eltéríthető semmilyen irányba. Esetleg vannak konkrét célok? Nem, az életem a konkrét cél. Értem, és még visszakanyarom az elismeréshez, viszont a legnagyobb elismerés az talán mégiscsak a közönségnek az elismerései csillogás a szemükben egy-egy előadásod után. Ez azt gondolom így van. Ugye nagyon érzékeny füllel hallgatom, hogy hogyan reagálnak a nézők az előadásaimon, és figyelem őket, hogy hogyan mennek el a színházból. Mert nagyon szeretném, hogy amit én adok, annak ne legyen vége, amikor lemegy a függöny. Bizonyos értelemben kezdődjön akkor, és tartson nagyon-nagyon sokáig.